Hello, üdvözlök mindenkit a folytatásban. Ugye azt mondtam, hogy gyorsan, hogy le kell mennünk, és ott nagyon-nagyon nekünk fognak esni. És azt mondtuk, hogy gyornak hiába majdnem olyan erős már, mint a főhős. Neki viszont hiányzik a 12-es, vagy nem 12-es, hanem a 13-as ügyesség, úgyhogy neki kell most fejlődnie. Ezért egy nagyon egyszerű trükkhöz folyamodom, mégpedig bemegyek. Ott vagy? A trükk pedig az, hogy tök egyedül leküldöm harcolni. Azért, mert egy ijászt nem kell a manám miatt megállni, csak élet miatt. És igazából élet miatt sem, hogyha elég ügyes és jól elfut. És nem gyorsabbak nála az ellenségek. Na hát, itt vagyunk, lenne egy ilyen liftaknában, hogy ilyenbat nem tudok most mondani. És igen. Ott vagy egy. Ezt konkrétan be tudjuk tankolni. Most haladunk. Két ilyen és egy munkasza. Hát látod, hogy mellélő. Ezt látjátok? Task mode to health potion. Na ez is egy jó varázslat lesz. Ott azok között ott van egy-egy ilyen 4x4 méteres akna. Jaj, nem, izéje. Kamera. Ott egy mukosza. Megvagy. Egyébként az, hogy mind néha mellélő és kicsit máshogy lő. De azért van, mert a távolatni pontosság az kicsit más nála. Mondtam, itt vannak. Tudás. Oké. Szerint választottam őket. Itt vannak. Egy. Ezzel lebékózunk. Hát ugye az ügyesség az a pontosságot növeli. És van egy kis véletlenszerűség. A lövésekben is ezt csökkenti tulajdonképpen pontosság néven. Jó, van te hülye mukosza, te most már halott vagy. Ez az. Még ezt a nyomást lecsapom. Gyere szépen. És ez csak egy mukosza volt, látjátok. És majdnem megvan a... Azt nem igaz. Majdnem megvan a 13-as ügyesség. Oké. Nyugodt maradok. Nem megyek közel, mert lehet, hogy csapta. Kipucoltam a környéket. Felhívom a liftet. Jó van. Oké, ennyi volt. Megvan a 13-as ügyesség. Most jelenleg 10-től 16-ig sebez, és most 19-től 29-ig fog. Majd, hogy nem megkétszereztem a sebzést. És most már nála is, mert bepakoltam. Zéját. Minket elfelejtettek. Gyertek szépen. Gyerünk. Ne. Jaj, ne a csacsit, ott hagytuk. Ó. Oké, még mindig nem jöttek fel. Nézzétek, ott mennek le. Ősz meg ott hagyták ez is pota. Jaj. Na, jó, jegyzs meg. Szerez majd egy kis XP-t ebből is. Jó. Akkor te most felmész, és
ezüst patát is lehozod. Nézd, itt áll és nézz előre, hogy itt hagyták őt. Na jó. Ennek az egyébként nagyon szép felső résznek is. Hát lassanként ide búcsút mondani. Pedig ezt én nagyon élvezem, ezt a részét a dungeonnek. Na menjél szépen. És ezt most azért kellett Ulorát felhoznom, mert a... alapvetően nem tud használni karokat a csacsi. Ami teljesen nyilvánvaló, hát nincsen keze, de... hát, hogy ezt is felprogramozták. Na. Most, hogy mindenki megvan már. Legjobb felszerelésekkel felkészülve. Most akkor aztán nekiálltok lövöldözni. Tűzgömböt is lassan berakom. Savasgázt... 8 mana, 6... Savasgázt rakok be. Jó sebb ez nagyon. Neki pedig szeppet. Csacsikat meg itt hagyom, hogy... hoppá! Mert most már ki van egyenlítve a parti. Na. Hogy kipucoltuk a környéket? Amit viszont nagyon talált, az az életpocionál átváltoztatás. Zednek viszont azt hiszem sima transmutéja van. Nem, nincs sima transmutéja, nem baj. Ez azt csinálja, hogy egy földön fekvő tárgyat átváltoztat életpociónnál. És ebben némi értékvesztés is benne van persze. De hát ezzel együtt kell tudni élni. Vagy ugye olyannak kell lenni, mint én, aki visz magával mindig két csacsit. És mindig kipucolja a felszerelés terhet. Indulás előtt. Hogy ilyenként visszamegy városba. Na, minden megvan. Hopp, egy fel kell gyújtsunk fel azért. Igen, ez nekem mániám lesz majd. Nem sokára. Igen, itt is van egy fel kell. Hogy a fákjákat mind felgyújtogassam. Ezzel lehet mondjuk a... mondjuk a haladásomat jelezni. Nya. Amit most láttok itt, az a pókvesztő. Pók is van. Lássatok, odaérünk, mi történik. Halljátok? Út, egyrészt útvesztő. Ott jön. Hát egy Spock, másrészt útvesztő. Azt. Ez a lámp, ez a fákja valahogy nem akar égni. Látjátok, már három okosza jön ránk is. Igazából minket ez nem zavar. Mert hát vagyunk hárman. Négyen. Erősek. Igen, ezt a fákját most meggyújtom. Igen, most már nem villog annyira. Csak egy picit kevésbé. Most, hogy látjátok, pont minden eltűnik, és pont nem látunk semmit ebben a hely. Ó. Oh.
menjünk ide be? Szedjük fel ládát. Annak a tartalmát. Fiber. Ez a 12-es ügyességhez tartozó. A Legends of Arannából kitalált csizma. Pisztolyt akartam mondani. Ez a csizma, ami már jászoknak van. Ez hasznos. Igazából jó dolgot még úgy nem találtunk. 12-es, ja, hát Ulóra lesz az első. 13-as erő. Gyorné lesz. Ó, nekik még csak most jön be a hangeffekt. Ó. Nézzük, még van-e valami hasznos. Hát 19-21-ig a szív megállító 200 másodpercenként is sebzéssel. Hát enyhén szólva is le van körözve a sima hosszú íjjal. Hondozba, hát itt csak a vackok vannak már. Oké, kohák kis kerekpajzsát talán tudná használni. Gloen, de hát ő sem Gimli. Na nézzük meg, na, nincs itt véletlen egy fákja. Nem, nincs. Na, hogy látjátok, ez egy-két apocska útvesztőcske volt, apocska kis járat. De biztosan biztos, nézzük meg a következőben. Ugye, megint egy bejárat. Rót. Ugyan, mekkora lehet ez? Csacsik, légy szíme, vagyatok kin, jó? Na, látjátok, hogy meg van pakolva. Nem csak láda, hanem még a ládán kizsák. Az is van. Na, ez egy fákja. Hopp. Csontvázőr. Mukosza lövöldöző. Mukoszák. Itt vagyunk a... Itt érkeztünk meg az első elágazáshoz. És mindig, hogy olyan is kalandozó módszerrel, először jobbra megyünk. Jó, ez még egy elágazás lesz akkor. Szednek nőtt az intelligenciája, nekünk meg csökken az életünk. Ezzel szépen... Mondom, ezzel dolgosolja. Második elágazáshoz jutottunk, megint jobbra megyünk. Még egy elágazás, egy hulló, meg egy ölmező. Jó, ezek is megvannak. Még egy fákja. Első zsákutca. Jó. Nézzük meg erre mi van a másik irányba. Hopp, ez a Skype. Amit egy pillanat és kilövök. Egyné. Valókrának is lehet az intelligenciája? Ez az. Hát haladunk. Egy csomós buzogány meg... Jaj! Mit találtam? Emlékeztek arra az emberre, aki szerint... Jaj, meg nincsen! Na, majd megmutatom. Volt egy emberke éppen a kijáratnál, aki arról mesélő a társulata, a színész társulata megpróbált átkelni. Megtaláltam a színészeket.
Hol kész, mert... Ugyan már, hát biztonságban vannak itt. Megkésett hangeffekt, most először itt jöttünk be. Ez volt egy elalak. Na, menjünk tovább. Első végig játszásom egyébként nem is használtam savgázt, csak... Csak robbanópot. Megint először jobb. Megint először jobb. Oké. Mindkettőt magukra vontuk. Szed egy kis gyógykezeket. Kösz a segítőkezeket. Na. Újabb zsákutca. Ott az állalak, itt eljöttünk. Megint két elágazás. Itt nincsen fákja. Még egy fákjás elágazás. Na, valami jó is. Esik már, hát. Megéri annyit az öt élet? Mert szerintem nem. Szerintem ez a védelem nagyon fontos. Na jó, Alton bőrvétje. Engem jól kiszolgáltál. Egyébként ezt a bőrvétet találja az ember a farmház környékén a maci barlangban. Ezért érdemes macit lecsapni. Mert ez a bőrvét a legelején nagyon jó. És hát legalább 3 órán keresztül kiszolgált. Na. Újabb zsákutca. Tényleg ez nem emlékeztet titeket valamire? 1, 2, 3, 4. Na, te megvagytok. Újabb fákja. És ez itt azt hiszem a közepénél vagyunk, középvonalánál. Dark Mug... Most ez a pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy futás. Mert ezzel nem akar az ember még kemény páncélban sem vitatkozni. Oké, először is a sötét mukoszát. Használtam volna a lassítást, tényleg. Hogy csak simán kihasználtam azt, hogy lassabb, mint én. Na, látjátok mennyi taktikai. Fatális. Ó, Istenem! Ne! 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 Tizenkettes ügyesség 15-től 27-ig. És az élő voltak ellen plusz 4 sebzést. Nem. Az élő voltak ellen plusz 4 közelharci sebzés. Amikor elővesz. Most... Konkrétan... Nézzük csak meg. Mert szerintem... Épp az azt, ami... Épp az, ami nagyon kell nekünk. Nem, megvan az a bónusz, amit ad hozzá. Ezt kell tudni a lila tárgyakon, hogy bónuszt adnak. Amik ez a Legends of Runeterra berakott varázshatalmat adó tárgy. Ami, hogyha fölveszed, akár egy 6 pajzs, és akár ha nem is veszed elő, csak ott van a pajzs szlotodban, akkor is ad neked bónuszt. Ogerje ad erőt.
Mágikus páncél, gondolom, nem kell elmagyaráznom. Isten, ne a falat lőtt! Bocsánat, oszlopot. Na jó, kezdek megtelni. Kis láda. Húha, lassanként beifatom a csacsikat. Sőt, ezt most meg is teszem, mert tehát... Látjátok, mi van? Először is ide megyek az elágazáshoz. Aztán megyek egy második elágazáshoz. Egy, kettő, három, négy. Majd figyeljetek, milyen alak jön ki a megvágított részekből. Na jó, addig is fogjuk szétem a ladéklázát. Na jó, most következik az lesz, hogy átpakolok konkrétan. Voltam bőrvétjének, nagyon örültem. Ez az 5 életpont tényleg nem éri meg. Milyen? 6-tól 12-ig ez ősrégi fegyver. Ezek ő dolgai lesznek. Ez egy 13-as erőt igénylő dolog, nem kell, nem kell. Ezt odaadjuk, mert ez 1-es, ez meg 2-es védelmű. Régi-régi íjak, nem kellenek. Turncoat. Elrakjuk, mert ott elfér. Nos. Azt hiszem, hogy meg vagyunk ezzel. Kicsit meg vagyunk már pakolva, de legalább rendeztük a súlyterelosztást. Csacsikat megint ott hagyjuk, sajnos. De hát ez szükséges. Nem jó! Most ezt vissza kell állítanom. Nem akkor, hogy a fél csapat neki kelljen bunyózni és el... Roncs ezt rengeteg XP-t, amit elrendeztünk. Na tessék. Újabb fákja. Megint jobbra. Szóval, hogy látjátok, nagyjából 13-as ügyességnél kezdnek kiegyenlítődni a kasztok képességben. És ha látok, már mukozák sem olyan ijesztőek, amikor az ember 2-3 csapással leszedi őket. 2-3 csapatnyi támadással. Na, Gyornet az első 6-os szintű. Most ez ne zavarjon meg senkit, még mindig az én mágusom a legjobb. Csak konkrétan visszafogja magát. 3 anakunpók. Csontváz és még néhány mukosza. Most pedig aki még mindig nem hiszel, hogy annak ellenére, hogy hagytam fejlődni a többieket, még mindig nem a mágusom a... Még mindig nem a legjobb a mágusom, hát majd most lássa.
Hát igen. Az aknák lerakása az még mindig a... Nem akartam kinyitni. Elővesszük a tűzkömbünket, ami akkor tett hat sebzést, csak úgy magától. Anélkül, hogy egyáltalán bármit is csináltam volna. Robbanok kuteg. Na most nyugod el a savasaknát. Oké, nincs több gondunk. Sima kis pókokkal. És nézzek, hogy hány csontvázat ütök egyszerre. Na, akinek még kétsége volt a felől, hogy én, hogy még mindig én vagyok a legjobb. Ez. Savasgáz. Puff. Hát te meg ott maradtál. Jaj, te szegény. Ott maradsz? Nem már. Konkrétan ő szerintem perezelt tőlem. Na, jön! Gyere szép! Na, ki a legjobb a vidéken? Az, hogy lejönnek ezek a pókok. Na, azért. Ez volt ennek a mászkálós helynek a közepén. Pókvesztő közepén, és nincs több fákja. Ez az. Jó. Akkor most hol tartottunk? Nyíj, te! Akkor szóval, hogy kijönsz ide. Igen. Közepére eljöttünk ide. Itt mentünk be. Van egy üres hely. Hoppá! Akkor világítsuk már be. Csacsikat előre küldjük. Mi megmegyünk tovább, persze. Megnyitjuk. Felkelt. Meggyújtjuk. Mindenki ránk jön. Ennyi, mindenki fejlődik rendesen. Puff, hatos szintű, Aurora. Ja. Semmi nem volt a... Hát jó. Végül is nem minden ládának kell kincsügyeket tartalmaznia. Na, ezzel is meg vagyunk. Na, nézzük csak meg távolabból. Ez szerintem most már tényleg nincs más hátra, mint visszamenni. Tehát engem... Ez a hely legalábbis... A jobb oldala, a... Ami az irányítő szerint az északi oldal... Hoppantól emlékeztet egy pókra. Még ugye a másik fele is nagyjából stimmel. Csak mondjuk itt nem, ez az egy-kettő hely. De jó kis pókvesztő, nem? És azért...
Volt benne néhány szép meglepetés. Egyébként nézzük meg, mit tud ez a... Fatal E. 210-es másodpercenkénti sebzés. Azért az nem rossz, na. A 10 másodpercenként 210 sebzés. Igen, be is hakhat, nem? Ami megtartom később, hogyha át kell osztom az XP-t. Újra és újra. Megáll, mindenki megáll. Ti konkrétan visszamentek oda. Ti konkrétan oda mentek vissza. Ott békén hagyják őket. Csontvázak megint lőnek minket. Neki meg valami keményebb dolog kell. Ez kicsit lelassította a kedélyeket. De most neki, Zednek egy kicsit lemaradt a fejlődése. Nem rossz, na. Ez két csonti volt. Na jó. Essünk nekik. Egyni. Mágus bőrvétés. Semmi különös. Tökéletes a hely. Minden rendben. Ti hogyan? Ti honnan? Hogyan? Hányan? Egy, két, három. Hát nagyon sokan vagytok. Vagy ha bevetném a nehéztüzességet. Nem az új élesztést. Fel a dolgokat. Bár csak megnézem, hogy tud-e még fejlődni a fajásatom. Hát jóval gyengébb, mint a többi. Messze-messze gyengébb. Savgáz a legjobb jelenleg. Savgáz az konkrétan 3 másodperc és 2 másodperces. Igen. Ez 110 másodpercenkénti sebzéssel. Ez pedig jóval többen. És te jól tart, hát akkor savgáz marad. Sötét mukosza. Oké, most futunk. És visszamegy. Lelassítjuk. Fagy. Szed, igyál. Fagykömböt felraktuk. Flash-t beraktuk. Bang. Így kell ezt. Kicsit szedjük őket össze. Ja. Bang. Szóval látjátok, ha most már föl sem veszi az ember, hogyha 8-10 csontváz ijesznek esik, még hát
kriptákban, hogyha játszottátok, tudhatjátok, hogy a kriptákban az alapvető lassú csontvásztól is az ember. Embert kell az ideg, sőt még ennek a dungeonnek az elején is úgy eléggé kemények a csontjászok, mert hogy itt mondjuk lazán végigmegy rajtuk az ember gőzhengerrel. Hoppá, bejöntem valami videó felvételt? Vagy valami kamera váltást. Na! Fölvettem öt majat és nem esett nekem senki. Egy gyors körbenézés. Hát nem hagytam itt semmit, úgyhogy... Merés? Konkrétan arra fel kell mennem. Ups! És megérkeztünk arra helyre, amit az ember csak Moria nagy csarnokának nevez. Ami, hát, mit nem mondjak, nagy. Most ezért kellnek fákják. Ezzel tudom jelezni, hogy hol vagyok. Most ők úgyis elbánnak ők. Ez kb. Ilyen széles az egyik oldalon. Hoho. Kicsit tele vagyok. Sétáló hullnak. Kb. Ilyen széles a másik oldalon. És konkrétan ennyire tele vagyok? Konkrétan ennyire tele vagyok. Na, ezeket a mókuszákat gyorsan szedjük le. Három anakun pók feljött. Feljött egy ilyen csapda. Dóm sapka. Fejes kalapács. Húha, mi van itt még? Csontvázak, fókok. Hát most már jön minden. Amíg a többiek elbánnak velük, addig... Addig a felszerelést is össze kell gyűjteni. Mindenki a sorokba. Tututum. És nézzük meg, mit tud ez a hammer. Hát jól üt, jól üt. 12-es erő igényhez képest. Akkor 186-os, ez pedig 222-es. És az élő voltak ellen még jobb. Hát kár, hogy nincs igazából jó közelharcosunk.
Vannak nekik jó dolgok, csak hát ugye az elején meló összeszedni egy közel harcost. Ha csak nem azt indít az ember, hát. Ja, most ezt megváltoztatom, hogy ne támadjon ész nélkül, hanem mikrózzam. Akkor most csak az minden csontvázat legyél. Nem, savgáz kell nekem. Felkelt nem hagytunk ki. De. Ulurának 14-es lett az ügyessége. Hűha, na, haladunk. Ha ne csak az ilyen szokat szóljanak, Zett is. Jó van, Zett. Úgy látszik, átestünk a ló túloldalára ebből a szempontból. Az egy, hogy itt hagytunk egy felkelt. Kettőt. Csajosok. Ennek nincsen felkelt. Felkelt. Aztán elég, hogy itt hagytuk az összes felkelt. De hát van egy kis kezeletlenségi problémánk a fegyvertárunkkal. És konkrétan tele vagyunk pocionokkal, amikre most igazából nincs sokkal szükségünk. Sapkákkal, amikre nincs szükségünk. Pozogányokkal, amikre nincs szükségünk. Na hát... Szépen összeszedtük azért a dolgokat. És azért majdnem 3000 aranyjal a zsebünkben nem panaszkodhatunk. Na viszont ne esünk át a ló túloldalára. Mágusunk is csináljon már valamit közben. Esünk már nekik. Jó. Ha most nem beszélek egyébként annyit, akkor azért van, megkoncentrálok a játékra. Összegyűjtve. Egyébként már nincsen sok hátra. Egy nagy pogdáncsömből nincs sok hátra. Nem pogdáncsöm, pókvesztő. Na. Na. És
És végül ennyit, hogy ez a hosszában a az egésznek a fele. Ez még egyszer annyi van a hosszában. Ó, de szépet habbantál. Lebegő kaponya meg vagy. Mackok. Most épp itt az ideje, hogy... hogy ezt a kihagyott tűt is betöltsük. Csak hogy látható legyen a... meg hogy mekkora a méret ennek az egésznek. Kísérlet. Ne. Csontom ezek. Rakjunk majd megint egy kis, egy-két varázsgömböt. Savgáz. Egyébként annyira nem néz ki jól a savgáz első ránézésre. Hát ja... Hé, kerülünk. Hát de azért okosak itt a szörnyek, kerülnek, hogyha látják, hogy kerülünk. Feljöttek megint pókok. Na, gyertek szépen. Zette meg így álmanát. És akkor még egy-két malpocion elfér. És tényleg azon nem fog múlni a karakterém gazdagsága, hogy előlök, hogy nem lövök egy-két malpociont. Valami biztos munkás lehet egy olyan végigjátszás csinál, hogy az ember nem vesz fel hogy nem iszik pociont. Na. Lőd már szét. Gyerünk. Urvának javult az intelligenciája. Ezekben a... hatalmas pókhálós... kokonokban elrejtett pók. Ezeket imádom. Igen, azt csináltam, hogy mindig robbanó porral, nem robbanó puskaporral. Már megint. Basszus. Nagyon hamar telé leszek. Na jó. Ha most ez tovább folytatódik, mégpedig, hogy elnézem, tovább folytatódik, akkor következő trükkre kényszerülök. Vagyis arra, hogy... ezt a kipucolást, ezt elnapolom. És konkrétan a szélén végig rohanok. Most nagyjából megmutattam a dimenzióit ennek a gyönyörű helynek. Ők viszont már tele vannak. Amik kb. Egy embernyi inventív. Egy ember házizsákjájuk. És én meg nem akarom kitagyni semmit, ugye? Mert amit itt hagyok, az elveszik. Lecsörül a játék. Zavaszk bőr, pajzs. Hiába a dolgok nagy része egy meg két aranyos vacok nem értek el. Egy vagy két aranyos... nem egy vagy két aranyos, hanem öt vagy tíz aranyos vacok. Akkor is el akarom őket tenni, akkor is... el akarom őket szállítani a legközelebbi.
legközelebbi vastelepre. Most gyorsan végig küzdöm magam itt pályán. Gyengítés, na. Ez még lesz érdekes fogásnak. De neked kell egy kis gyógyítás, nem? Na, most egy kicsit felgyorsítani akarom a dolgokat. Az egy sötét mukosza. 255 másodpercnyi. Ilyen gömb. Kétezkénzve másodperci. 10 gömb. Savgászt elő. Flasht elő. Csapott tovább. Minden gömblő. A védelem kitartott, a tárgyak felvételét most meg a ládák szétverését most megint elnapolom. Félúton vagyok. Ezt külön végigjövök a csacsikkal. Jó, már 7-es. Mi van itt? Gyertek! Nem vegyük szét. Azért, ha valamit nem akarok elnapolni. Az a fákja gyújtás. A fákja gyújtás az szent. Hát ez jelöli, hogy hol jártam. Szóval ez egyik fele volt. Meglepetésekkel teli egyik fele. És most a másik. Oké. Okay. Átteli vagyunk. Csadek fénye. Ó! Oh. Jó, talán még egy kicsit tudok. Na jó, fogsz berakom. Tűzsprét beteszem. Átadom. Berakom. Elrakom, ennek is van varázskönyve. Na. Zed, csadek fénye. Mi ez és mit tud? Csökkenti a találati esélyét. Az a szint kell hozzá. Csökkenti az ellenség találati esélyét. Festett pajzs. Akás csontváz. Most már mindent beraktunk. Savas. Mit akarok el? Savgász, savgászt. Amit lehet, hogy felvettünk. Ami fákját lehet, meggyújtottunk. De ott középen egy fákja van csak. Gyűjtőmű öregnek tették őket. Örülök, hogyha ezt a fél másik felét képesek a csacsik elhordani. Okosabbak utána. Több helye van, mint egy sötét mukoszának. Na.
Viszont nekem több az eszem. Mint az erőm. Most már egy kicsit meggyengítettük. Oké. Leszedtük a boss-t is. Ez egy mini boss volt. Na jó. Életpociont is jutunk, nem baj. Halált is vagyunk. És ami most következik, hát egy... Láthatok, hatalmas a terem. Nem most történik a finálé. Hány másodperced van? 70 másodperc, 90 másodperc. Akkor rakjunk be egy kicsit. Oké, ez elég gyors lesz. És amit te használni fogsz most, az a robbanópor lesz. De te még egy kis mágikus páncélt raksz a többiekhez. Visszatesszük a fajgömböt és visszatesszük a fest. A fest. Most nem végig ki, de még mindig ott vannak a gömbünk. És megnyitom a főbosshoz vezető kart. Hát jól bírja a fickó. Hagyj nekik! Mi van, kiestünk a sávodból? Kifogyunk manából, nem baj, van ital. Te a monok... És kigyógyít... Szerette, hol vagy? Ja, te gyógyítod, és te meglősz? Na, azért. Most ketten is kapjuk az állást. Impact pajzs. Oké. Húha. Nagyon nincs elég helyünk. Fákja. Nem érdekelnek a csontvázak, futunk. Jó, nincs túl sok tudsz. Nem, nem bontjuk el a kamerát. Pajzs, föl. Nagyon kifagyunk. Ennyi volt, ennyi volt. Tele vagyunk. Oké. Amit kellett még próbálni, az most egy nagyon mocskos trükk lesz. Talán beválik. Mégpedig elővesszük ezt a transmutáljuk a életpociónnál. És ezeket a három aranyba kerülő kettős vaszkokat én most kidobom, meg ezeket a vaszak hármas pánc célzatú vaszkokat is. Meg ezt a vacak sapkát is. Meg ezt is, meg... Meg mit dobok meg ki? Végi csizma, nem kell... Ez pont 10 aranyat ér, ezt pont meghagyjuk. Ez 8-at ér, hát... Ez is, hát mit... Ezt a vaszk... ezt a két vaszkot kidobjuk. Hát...
Régi bot, ezt is kidobjuk, ezt egyes szinten kapja az emberem. Ó, ez milyen balta, szépen üt. Rövid ilyet kidobjuk. Csizmát kidobjuk. Sapkát ki. Ezt is ki, ezt is ki, ezt is ki. Ezt is ki, ezt is ki. Mit dobunk meg ki? Más nem, ezt kidobjuk. Oké. Na. Ez nem csak értéket őriz meg, hanem értéket is ad hozzá. Hát három olyanba került. Három olyan ért is. Most többet érem. Három meg hét, meg van minden ilyen kis pocion tízet érem. Tattet. Játszett. Ami pedig fontos, a aggat. Meg az impact pajzs, azt fölvesszük. Impact pajzs, hát az magic armort ad. Még pedig egy kettes egészségű magic armort. Bölcsizma, bölcsizma. Mégis sapka. Biciklis sapka. Ez a feltkap, ez úgy néz ki egyébként. Szemben jön, hogy biciklis is sok, nézzétek csak. Nem? Nem tiszta? Vékony sapka. Biciklis sapka. Rövidíj. Bölcsizma. Na. Erre a cükre nem is gondoltam. Ja, egy is 15 ér, azt írja. Hát, meglátom. Szálas csizmák és csuhák. Jó, ezeket a vaszkot még lecsapjuk. 48 személy. És most futi-futi van elmert. Mindenki fut. Mondom, hülye csacsik. Kövessetek. Na. Legyőzött ellenfelünk, hát. Gyönyörű vagy. Á, és egy lift! Lift, 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 lift! Nincs több láda, bár nem kéne azokat nézegetnem. Azok akkor is ládák lesznek, amikor először kinyitom őket. Mikor visszajövök. Glowernel és a többi csacsi. És még egy extra csacsi van. Te elfér még nálam egy extra csacsi? Nem fér el több csacsi. Két csacsi a maximum. Jaj, szóval most mindenkit feltettünk a liftre. És ez még csak a csarnoknak a fele volt. Úgyhogy... még várjánk egy kis visszajövetel. Egy kis Gloen fejlesztés. Na de amit tudni kell, hát a Vezini átjárót. Kiálltuk. Oké, nem nyit ki, nem vesz szét. Szét akarom verni pedig. És ki akarom nyitni. Ezért akartam kinyitni. Hármas, tizármas erősség kell hozzá, és... Tőnyavajás. Neked még nincs meg. Ó. Oké, eltettük.
akkor most egy orbitális futkázás fog következni. Mert oda fönn bizony nincsen más. Kokok és kokkutyák. Ops, ez nem bírta sokáig. Savgáz be. Flash be. Jaj, ne, a kameraváltást miért csinálja? Hol vagyunk? Egy másik öltorinál bizony. Igen. Ezt nem szeretem. Egy sima grunt, hát... Meg se, fel se vettük. Csacsik is jönnek velünk. Na! A vezéni... Ez volt a csillám. A csillám tárna átjáró. Az, mi is, hogy is írtam a nevét? Csillám tárnai átjáró. És most, hogy ezt szétöttem. Jó, hát sem, ennek se tudsz minket karcolni, mert... Itt vannak az őrök. Oké. Megjöttek a városőrök, és ezt a pozíciót már tartani fogják. Na, haladunk. Kukhaigálók. Fel se vesszük majd őket, mert hát ugye megvannak a páncéljaink. Adj nekik. Hát. Na. Mi kell még? Mi van itt még? Néhány krug. És a várma várt. Bodusz. My good friend, fate surely has delivered us into each other's hands. I have need of a few interesting items to take back to my business partners, and you seem well equipped. Well equipped indeed. Might I propose that I take a few items off your hands in exchange for good kingdom currency? Magical items would be especially welcome if you have them. Persze. Na, lepauzoljuk. És amit eladunk mindenképpen. Régi vackok. Éges régi botok. Vacak íjak. Jó, jó de még íjak. Ezt a hakkot. Ordusz baltaját, hát... Van nemi szentimentális értékát, hogy basszus megszereztem, de hát már megcsináltam a küldetést. Igen, nem kell annyi kesztyű sem. Annyi pajzs sem igazából. Ez a vacak sem kell már. Ez a bozogány, ez marad, ez a két, ez így meg a pajzs marad. Ez a vért is marad. Na, ezek is tűnnek el. Nullát jaj, ne! Hát mit csináltam? Nem adom el, hoppá. Hát... Vacak, vacak, vackok. Azt hittem legalább ezzel tudok valami pénzt szerezni, de hát nem. Ajaj. Végig könyveket eladjuk. Na, visszavesszük, mert most nem. Még nem olvastam el. A dolgok története és a... kardról lekevasra. Mágus vért. Kemény bőrkesztyű. Altan védj. Az a dublé. Tompa vacak nem kellett. A pleasure doing business with you. Vagy meg.
Hát ha egy olyat összeszedek belőle, nem igaz. Ott ez. Hát... nem vagyok elragadtatva tőled, Bodonsz. Meg ettől a varázslattól sem.